Sziasztok, Molyok! Szinti vagyok, és a mai videómban a szeptemberi olvasmányaimról lesz szó. Hát a szeptemberem nem a legjobban alakult, ugyanis 6 könyvet sikerült elolvasnom, ami egyébként nem rossz, viszont hozzám képest kevés, és ahhoz képest, hogy meg akarom csinálni a 100 könyvet évvégére, ahhoz képest a célhoz is kevés, úgyhogy bele kell húznom, mert azt hiszem, amikor ezt a videót felveszem, a 77. könyvemnél járok, úgyhogy még egész messze van a 100, de azért bizakodom. Bizakodom, mert tudom, hogy karácsonykor és decemberben nem igazán fogok tudni olvasni, úgyhogy 2 hónap alatt kéne behoznom. Nem tudom, hogy fog-e sikerülni, minden esetre azért szeretném. Ebben a hónapban ez a 6 könyv 1898 oldalt jelentett, ami nem is olyan rossz, nem is olyan jó, úgy elmegy, de igazániból az oldalszámokkal úgy nagyjából elégedett vagyok, mert azt hiszem 19.000 valamennyi oldalnál tartok, és 20.000 a cél, úgyhogy még ez is úgy jó, tehát az oldalszámmal meg vagyok elégedve. Mondjuk vastag könyveket nem igazán olvasok ebbe az évbe, úgyhogy talán jövőre erre is kicsit rá kéne állnom. Na mindegy, ez csak ilyen kis évközi jelentés volt, hogy hogy állok a listámmal. Nézzük azt a 6 könyvet, amit szeptemberben olvastam el. Az első 3 könyv már nem lesz nálam, úgyhogy ez szokott módon itt fogjátok látni mellettem. A hónapom első olvasmánya a Cressy de Cavalltól az Így neveld a sárkányodat 4. része volt, az Így védd ki egy sárkány átkát. Na most ezt a kötetet is nagyon szerettem, igen, még mindig imádom az írónőt, igen, még mindig imádom a sárkányos könyveket, több sárkányos könyvet kell olvasnom, ezek szerint, na mindegy. Tehát a lényeg az, hogy nagyon tetszett ez a rész is, igazániból talán eddig ezt tetszett a legjobban, mégpedig azért, mert Hubbardnak egy eléggé különleges oldalát ismertük meg. Ezzel azt értem, hogy oké, hogy vicces, fura helyzetekbe kerül, oké, hogy azért megmutatja, hogy bátor, de azért ebben a kötetben arról is tanúbizonyságot tesz, hogy a szíve a helyén van. Mégpedig azért mondom ezt, mert ebben a részben az egyik barátjának az élete úgymond veszélybe kerül, és ő mindent megtesz azért, hogy megmentse. Aztán a végén lesz egy furcsa csavar, amit imádtam egyébként, de igen, imádom Hablatyot, imádom Fogatlant, úgyhogy ez az egész kaland megint nagyon tetszett, és tényleg ez a gyorsan pörgetős, könnyű olvasmány volt, úgyhogy 5 csillagot adtam rá. A hónapon második olvasmánya Gabriella L-től a Húsevő ketrece volt, amely a Legendák a Bagolyvárosból sorozat 3. része. Na most a sorozatból eddig ez lett a kedvenc kötetem, mégpedig azért, mert nagyon akciódús volt, nagyon izgalmas volt, és egy kicsit kifordított helyzetbe kerültek a szereplők, mondjuk így. Ugyanis Alaszkát egy adottságkereskedő elkapja, és igazániból Igornak meg kell őt mentenie, de azért a múltban történt események is felsejlenek, úgyhogy nem olyan egyszerű ez az egész szituáció, mint ahogy azt elsőre gondolnánk, és én ezt nagyon élveztem. De tényleg nagyon élveztem, úgyhogy egy napos olvasmányom volt, gyorsan kipörgettem, egyébként sem hosszúak ezek a kötetek, de nagyon-nagyon tetszett, és hát igazániból van még 3 könyv az írónőnek, ami itt van a polcomon, úgyhogy valószínűleg majd azt is el fogom olvasni valamikor, ha nem 21-be, de 22-be el fogom olvasni, mert nagyon tetszik, amit ő csinál. A 3. olvasmányom Ransom Riggs-től volt az Üresek városa. Na hát ez a könyv már egy picit csalódás volt. Mégpedig azért, mert a Vandorsölöm kisasszony különleges gyermekei, mármint a sorozat első része, nagyon-nagyon tetszett. És valami ehhez hasonlóra számítottam a 2. részben is, amit részben megkaptam, de azért ez már gyengébb volt számomra, tehát erre a kötetre én 4 csillagot adtam, mégpedig azért, mert jó értem, itt az utazás, meg az, hogy mentünk folyamatosan, ez kellett a történetbe, de valahogy engem már egy idő után untatott, hogy történjen már valami, legyen már egy kicsit izgalmasabb, és unatkoztam benne, ami azért fura, mert az első résznél ez egyáltalán nem volt jellemző, úgyhogy ezért 4 csillagot adtam erre a kötetre,
Ennek ellenére tetszett, és fogom folytatni a sorozatot, már egyébként könyvtárban itt van a harmadik rész nálam, úgyhogy nem kaszáltam el a sorozatot, még mindig tetszik, viszont az előző kötethez képest tényleg ez egy gyengébb könyv volt szerintem. Tetszett viszont az, amennyire küzdöttek, hogy találjanak egy másik hurkot, illetve hogy megmentsék Vándorsajon kisasszonyt, meg ez az egész, ami a gyerekek közt lejátszódik, ez tetszett. De az, hogy állandóan mentünk, ez kicsit ilyen Gyűrűk Ura feeling volt, úgyhogy ez a része annyira nem jött be nekem, de ennek ellenére is fogom folytatni a sorozatot, és még egyszer mondom, tetszett, csak egy csillagot adtam rá. Na, a következő három könyvet már tudom mutogatni, úgyhogy mutatom is. A negyedik könyv, amit olvastam Gárdos Pétertől, a Hajnali Láz volt, ami mindenféleképpen egy különleges könyv lett számomra. Az első és legfontosabb ok azért, ugyanis Kecskeméten Csabával és Andival megalapítottuk a Kecskeméti Könyvklubot, és ennek a legelső olvasmánya Gárdos Péter Hajnali Láz című kötete volt, és hát egy nagyon jó kis beszélgetés alakult ki a tagokkal köztünk, rengeteg csodálatos könyvmolyt ismertem meg, és ez az egész beszélgetés, egész időszak, amíg ott voltunk, az a pár óra, valahogy annyira feltöltött, hogy azóta is már így várom, hogy megint legyen találkozó, és mehessünk, és beszélhessünk könyvekről, mert szerintem fantasztikus kis csapat jött össze, úgyhogy erre a könyvre, ha akarok, hanem így tudok elsően gondolni, hogy igen, ez az első könyv, klubos könyvünk. Na de akkor a történetről, mert egyébként imádtam. Amit így előjáróban mondanék a könyvről, hogy ugye Gárdos Péternek a szülei holokauszt túlélők voltak, és azt hiszem 60 év után az anyukája odaadott neki, az apukája halála után egy levélpakkot úgymond, amit ő levelezett apukájával. És igazándiból ez alapján írta meg ezt a regényt Gárdos Péter, és ha már csak ebbe belegondolunk, hogy igaz történet, és igazándiból valakikkel ez megtörtént, már borsózik a hátam, és már úgy bőrös vagyok, hogy te jó ég. De arról meg már ne is beszéljünk, hogy mennyire csodálatos a regény. Tehát olyan olvasmányos, annyira filmszerű, hogy én faltam az oldalakat. És már most mondom, hogy még fogok olvasni Gárdos Pétertől, mert ez csodálatos. És tényleg érződik az, hogy ő forgatókönyvíró, filmekkel foglalkozik, mert annyira láttat a könyveiben, hogy ez valami fenomenális, ilyet még nem olvastam eddig. Az a helyzet, hogy a holokauszt témával foglalkozó könyveket szeretem olvasni, érdekel a téma, bármennyire is borzasztó, viszont olyat még nem igazán olvastam, ami nem magával a holokauszt jelenlegi helyzetben íródó történet, hanem a holokauszt túlélőiről beszél, hogy hogyan élték túl, és egyébként is mit éreznek, mi marad bennük, mint nyomok a holokauszt miatt. Na de akkor tényleg csak röviden a történetről. Igazániból Lili és Miklós szerelmi történetét ismerik meg, akik különböző táborokban laknak és egymással leveleznek. Miklósnak megmondják, hogy igazániból beteg és meg fog halni. És egy normális ember mit reagál erre? Beletörődik, vagy elfogadja, vagy valami reakció lesz. Miklós nem akarja ezt elfogadni, nem hisz benne, és igazániból több száz vagy 150 hány darabot is? Szám szerint nem tudom. Na mindegy, de 100 valahány levelet elküld nőknek, hogy ismerkedjen velük, és igazániból egyet fog ebből kiválasztani, és az Lili lesz, aki igazániból a Gárdos Péter anyukája, vagyis hát a neveket megváltoztatta, tehát de tudjuk, hogy róla van szó. Úgyhogy igazándiból így alakul ki köztük ez a szerelmi szál, aztán lesznek találkozásaik is, és hát egy keserédes, de nagyon szerethető történet. Őszinte vagyok, én végig bőgtem a könyv végét, aztán megnéztem a filmet is, közvetlen utána, még aznap, amikor befejeztem, vagyis hát hajnalba fejeztem be, nagyon vicces, Hajnali Láz, igen, hajnalba fejeztem be a könyvet, és utána másnap néztem meg a filmet, amin megint szétbögtem az agyam, úgyhogy ez egy sírós könyv, de jól esik rajta sírni, értitek? Úgyhogy tényleg egy csodálatos kötet, olvassátok el Gárdos Péter kötetét, mert szerintem nagyon jól ír, és valószínűleg fogtok még a nevével találkozni a csatornámon, mert engem meggyőzött arról, hogy kell ilyet olvasnom, és nagyon szerettem, és egyre inkább szép irodalom felé hajazok,
amit nem értem az okát, hogy most ez hogy történt, mert egyre inkább ilyen szép irodalom felé fordulok, benőtt a fejem lágya, hogy nem tudom, mi történt, de valahogy egyre inkább ezt az ifjúsági vonalat kezdem elhagyni, mármint, hogy egyre inkább próbálok szép irodalmi könyveket olvasni, tudatlanul is, úgyhogy ez megint ennek egy ilyen állomása. Az első a Dharma volt, úgyhogy valami bekattant itt a szép irodalom felé, ami nem biztos, hogy baj. Úgyhogy 5 csillagot adtam rá, és tényleg olvassátok el, megéri. És személy szerint én nagyon örülök annak, hogy ez volt az első könyvklubos könyvünk, mert lehetett róla beszélni, sokat beszélni. A holokauszt téma egyébként is sokakat szerintem érdekel, vagy úgymond szeretünk róla olvasni, mert tényleg egy olyan esemény, amiről kell, hogy olvassunk. Úgyhogy mindenféleképpen fontos könyv az évemben. Az 5. olvasmányom Megyeri Judittól a Rózsakői rejtélyek 2. része, a Csontvázak a szekrényben. Na hát igazániból szeptember, őszi időszak, fantasztikus volt egy jó kis romantikus krimit olvasni. Egyébként is imádom az írónőt, úgyhogy mondanám, hogy nem lepett meg, mármint az nem lepett meg, hogy tetszett a romantikus szál is benne, a krimi szál is benne, de hogy megint meglepett, hogy mi lett így a történet vége, azon nem lepődtem meg. Értitek? Úgyhogy megint egy jó kis Megyeri Judit könyv volt ez. Történetünk két főszereplője Alex és Liza. Alex élt egészen addig tökéletes és harmonikus, amíg fel nem bukkan a lánya, akiről ő nem is tudta, hogy létezik, és hát ez azért problémákat vet fel, illetve van egy rossz akarója, aki fenyegeti úgymond őt. A másik főszereplőnk pedig Liza, aki Flóra egyik legjobb barátnője és Rózsakő környékére költözik, és itt fog igazániból állást vállalni. És hát Alex már a múltban voltak közös pontjaik, mondjuk így, és hát azért forra levegő köztük még mindig, de egyikőjük sem tudja, hogy hányadán állnak. És hát megint ez a kicsit csipkelődős, nem rögtön instant love, amit én nagyon élveztem igazándiból olvasni, úgyhogy, ahogy mondtam az elején is az értékelésemnek, én nagyon szeretem Megyeri Judit könyveit, a romantikus szál is nagyon jó volt benne, a krimi szál is, úgyhogy teljesen jó szórakozást és kikapcsolódást kaptam ettől a könyvtől, úgyhogy 5 csillag, nem akarok mást adni rá. A hónapom utolsó olvasmánya egy frissen megjelent kötet, Paula Hawkinstól a Lassan izzó tűz. Na most ettől a könyvtől tartottam is, meg nem is, igazániból azért, mert ez az első könyvem az írónőtől, és én azt gondoltam, hogy a lánya vonatonnal lenne érdemes kezdenem, viszont valamiért ez hamarabb a kezembe került, úgyhogy vele kezdtem, amit most igazániból nem tudom, hogy bánjak-e vagy ne, de ez most már így alakult. Összehasonlítani nem tudom az írónő előző köteteivel, mert ahogy már mondtam nektek, nem olvastam, viszont szerintem el fogom olvasni a másik két könyvét is, mert minden esetre tetszett, amit csinált, viszont lehet, hogy nekem a másik kettő közül bármelyik jobban tetszene, mint ez a kötet. Az a helyzet, hogy ez a könyv nem igazán azt adta, amire én számítottam, ami nem feltétlenül a könyv hibája, lehet, hogy most én voltam rossz olvasó, de, hogy is mondjam, tetszett, és tényleg nagyon jó az őszi időszakra, viszont egy picit csalódás nekem, mert azt gondoltam, hogy sokkal jobban fog tetszeni, és kedvencem lesz, de sajnos nem ez történt. Nekem ő egy 4 csillagos olvasmány volt, ami tényleg azt jelenti, hogy jó könyv, csak valahogy én azt gondoltam, hogy kedvenc lesz, és emiatt egy picit csalódott vagyok. Ennek az oka igazándiból az, hogy 3 főszereplő hölgyünk van, akiknek különböző tragédiák, traumák vannak az életükben. Mindenkinek vannak problémái, ezzel nincs is baj, viszont itt már nagyon sok volt nekem a trauma, a tragédia, és igazándiból meghal egy férfi, akit kegyetlenül megkéselnek, és mind a 3 nőnek valamilyen kapcsolata volt ezzel a férfival. Mondjuk úgy, hogy ők voltak az utolsók, akik élve látták, tehát a 3 hölgy közül bármelyik lehetett a gyilkos. Igazándiból a történet vége mondjuk azt, hogy meglepett, de valahogy azt éreztem, hogy annyira a lélektaniságon van a hangsúly, hogy a könyv még esélyt sem adott arra, hogy kitaláljam, hogy mi lesz a vége, és ez annyira nem tetszett. Tehát így összegezve azt mondanám, hogy jó a kötet, tényleg érdekes mind a 3 nőnek az élete, amiket átélt, a múlt sebei, amiket úgymond hordoznak. Ez érdekes volt,
Viszont tényleg nekem csak annyi volt a problémám vele, hogy én most nem egy ilyet akartam olvasni, hanem egy velős, nyomozós könyvet, és nem igazán ezt kaptam, úgyhogy ezért tényleg picit csalódott vagyok. Ennyi. De ennek ellenére azt mondom, hogyha szeretnétek jó kis thrillert olvasni az őszi időszakban, úgyhogy tudjátok, hogy pici lélektaniság, vagy inkább nagyon lélektanisága van, az titeket nem zavar, és ebben az időszakban szívesen olvastok ilyet, akkor tökéletes választás. Tényleg tudom ajánlani a Paula Hawkins rajongóknak is, mert szerintem ők szeretni fogják, illetve a thriller, pszichotriller rajongóinak. Nekem is tetszett, de nem lett 5 csillag, csak 4. Hát ez a 6 könyv lett volna az, amit elolvastam szeptemberben. Igazániból alapvetően jó volt ez a hónap, mert tényleg 4-5 csillagokat osztogattam. Az meg, hogy a Paula Hawkins könyv nem 5 csillagos lett, igazániból ez csak magamnak ilyen dolog, tehát, hogy mondjam, változtatom kell azon, hogy nem menjek nagy elvárásokkal egy könyvnek, még akkor is, hogyha mindenhol is ez a könyv jön velem szembe, hanem picit alacsonyabbra tegyem a szintet, mert akkor csalódni fogok, mint most, mert tényleg egy jó könyvről van szó, de viszont, hogyha nem így indulok neki, akkor lehet, hogy még kedvenc is lehetett volna, nem tudom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogyha gondoljátok, kommentben írjátok meg, hogy ti miket olvastatok szeptemberben, illetve volt-e valami nagyon kiemelkedően jó, vagy rossz olvasmányotok a hónapban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy like gombot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni lent a csatornára. Találkozunk a legközelebbi videómban is. Sziasztok!